Csabi. Állandó. Tököli Attila. Már olyan légiós, aki... Na, krumpli, néznek minket. Leonardo-t összekeveri Leandroval. Az annyit is tér. Di Maria a Fradi Bolling. Basz meg, de ezt nem gondoltam volna. Ő tudja, hogy ismered amúgy. Szidibe. Kibaszott jó védő. A Nápolyba Liga volt. Csatár. Lákezer. A Mr. Chao másnak. Gyerek, Somogyi. Az a Szabi a Supermanből. Hát sziasztok, trollfocisok! Úgy döntöttünk, hogy egy picikét megreformáljuk a légiós videóinkat, ugyanis volt egy-két olyan komment, hogy mindig csak a rosszakkal foglalkozunk, mindig csak a legbénább légiósokat mutatjuk be, úgyhogy most kíváncsiak voltunk arra, hogy vajon ti ismeritek-e a legjobb légiósokat Magyarországon. Én innen a stúdióból, krumplival együtt, szépen most meg fogok veletek ismertetni pár olyan légióst, aki... Na, krumpli, néznek minket. Pár olyan légióst, aki nagyon jól teljesített az NB1-ben. Levi pedig kint a terepen, majd szépen meg fogja kérdezni ezeket az embereket, hogy ismerik-e őket. Hát, csapjunk bele. Mehet, krumpli? Mondjál valamit, mehet? Hát egy picikét ugye hazaszól a szívem. Az én kedvenc légiósommal fogjuk kezdeni, José Luquéval, aki egyébként a Diósgyőrben játszott, pontosan 10 éve vonult vissza. Játszott az Espanyolban, a Granadában, a Malagában. 97 és 2010 között tényleg tök jó klubokban játszott. Szerintem ami a legszuperebb az az, hogy például az Atletico Madridban is nem a B csapatot erősítette, hanem tényleg csapattagból. A macska rátérdelt a cuccokra. Most a kutya után Tigriske következik. Figyelj, hogyha ilyen vagány vagy, hogy ide jössz és belezavasz a munkámba, akkor örülnék neki, hogyha mondanál valamit te is. 2011 elején felröppent a hír, hogy a Diósgyőr pár spanyol játékossal fog majd erősíteni. Köztük egyébként ott volt Fernando, akinek a Real Madridban, ha jól tudom, volt egy darab mérkőzése. Hát, hogy őszinte legyek, ő azért nem is durrantott olyan nagyot, viszont Luquétől szerintem nem sokan vártuk azt, hogy 3 évet fog lehúzni a Diósgyőrbe nagyjából, és hogy ekkora nagy klublegenda lesz, egy rossz szót nem szólt. Tehát ezt nagyon sokan kiemelték, hogy tökre elfogadta a helyzetet. Ő neki nem arra volt szüksége, hogy szuper stadionok legyenek, és busz, és minden sarkon vigyék a táskáját, hanem arra, hogy legyen egy kis golyó, ami bőrből van, és aztán azt tudja rúgni. És ez bizonyította is, ugyanis egy szélső középpályás volt ugye bal oldalon, aki 62 mérkőzésen majdnem 20 gólt szerzett, és 19 gólpasszal járult hozzá a csapat sikereihez. Talán az ő visszavonulása volt számomra az egyik legnagyobb élmény ugye Diósgyőrben, mármint nem azért, mert hogy visszavonult, hanem maga a perfó, maga az egész, hogy ki volt írva, hogy Luque a stadionban a 77. percben. Óriási. Én ott voltam, nagyon megható volt az egész sztori, és azóta is követi a csapatot, követi, hogy mi történik a csapattal, hogyha tud jönni, akkor jön mérkőzésre, úgyhogy gracias, señor. Az a lényeg, hogy most nézzük meg Levit, kérdezzük meg, hát ha valaki felismeri Luquét. Nézzük meg az elsőt. Az hát, én nem tudom. De a csapatot? Diósgyőr. Ja, Diósgyőr. Na, az megvan. Ez Csabi. Alonso. Csabi Alonso? Csabi Alonso. Formányban. UTP-ben. Diga a DVTK-ben, azt tudom, hogy Diósgyőr. Figyelj, eddig 6 ember kérdeztem meg, és mindenki Debrecen mondott, úgyhogy eddig... De ez DVTK, az Diósgyőr. De igen, hát te igen. Azt tudom. Jobbkar ki van tetováva. Ő jó játékos volt? Ez a jó légiós epizód. Mert én tudom, hogy nektek már több rossz légiós volt. Így van. És most láttam, hogy voltak a körös Széker udvarhelyen, és egyébként megnéztem azt. És egyébként innen is a Cinki Titit üdvözlöm és csókolom, és majd valamikor a trollfoci kocsmába ígyunk meg egy sört, mert nagyon csipázom a Cinki Titit. Nagyon jó karakter. És a Never Give Up tetkóját azt külön. Külön én is szeretném, ha ezt lehetne egy kamerába elemezni, akkor majd... Ez miért? Debrecen? Amúgy Diósgyőr. Jó, látod. De ezt tudom, hogy ez kicsit úgy néz ki, mint a Kuntics. Na. Gondolom, nem a Kuntics. Mutat, az tetszik. Na. Amit mutat, az tetszik. Tököli Attila. Nagyon jó megfejtés. Finn, második helyre hoztam nektek Leandrót. Hát, srácok, az történt, hogy hát igen, Leandróról kellett volna beszélnem, és... Leandróról beszéltél végig. Bocsánat, én meg vagyok fázva, arra gondoljatok. Tehát igen, végül is Leandróról mindent elmondtam, Leandróról semmit. Úgyhogy annyit azért elmondok róla most itt nektek, hogy ugye magyar válogatott volt,
a Fradiban, a Haladásban, az MTK-ban is játszott. Debrecenben is játszott, igen. És most azt hiszem a magyar szokka válogatottban is játszik, ráadásul. Hogyha minden igaz, igen, most ott rúgja a bőr. Aki Leonardot összekeveri Leandroval, az annyit is ér. De most akkor nézzük meg a többieket, hogy ők összekeverték-e Leonardot Leandroval, vagy esetleg Leandrot felismerték-e. Szerintem kurvára nem hiszem. Én nem mondok inkább semmit. Szerintem senki nem keverte össze a világon. Di Maria a Fradiból igazolta. Basz meg, de ezt nem gondoltam volna, hogy Leandro, Leandro. 3,5 millió euróért igazolt le a Fradihoz. Az ember egy kibaszott notesz. Igen. Nagyon nagy. Notesz. Következő. Jó, Fradi az biztos. Úgy néz ki, mint Di Maria. Na! De, amúgy tényleg. De amúgy fogalma sincsen. Tényleg. Nem tudom őt sem. Di Maria. És mindenki Di Mariát mondja, nagyon nagy. Kacsekra Di Maria. Fú, ez nem cikk rá, mi van ezen? Magyar válogatott is voltam. Tényleg? Igen. Mr. Originality Csabika. Nagyon nagy! Leandro, te szó Leandro. Leandro, de ő most is mocidik a Fradiba, nem? Nem, ő most nem. A magyar szokka válogatottban játszik. Leandro! Ez könnyű, annyira könnyű volt. Nem, Fradi legenda. Adó Fradi Dukkel voltam. Hát, az öreg Leandro. Tehát ő mellette nem lehet elvenni, magyar válogatott futballista volt. Nagyon jó lába van. Jó, balról befelé cselez és lő. Ugye? Ő az. A harmadik játékos, akit hoztam nektek, az Adamo Koulibaly. Ugye ő a Debrecen játékosa volt, és hát a Hajdúságban, a kocsmákban az ilyen ott üldögélő és idejüket eltöltő úriemberek, ők általában Koulibalynak szólították, viszont még így is nagyon-nagyon szerette mindenki ezt az óriási, ez 190 centis gólvágó szörnyeteget. Neki is azért elég kalandosan indult a karrierje, Franciaországban kezdett el focizni, itt még ugye nagyon-nagyon jól is menne ki, aztán egy belga, nem is tudom, hogy mondjam, egy kisiklás vagy valami, ott nem nagyon találta meg a helyét, és szerintem úgy lehetett vele, hogy egy kicsit felépíti magát itt az NB1-ben, ami ugye úgy indult, hogy a Debrecennél rögtön 4 évet lehúzott, az első szezonban 19 góllal köszönt be, így megmondta, hogy akkor itt vagyok, amikor ugye, ez akkor tájban volt, amikor a Debrecen játszott egy tök jó csoportkörben a Bajnokok Ligájában, Fiorentinának oda is rúgott egy gólt, meg itthon is rúgott egy gólt. A 2011-12-es szezonban 32 tét meccsen 22 gólt szerzett. Tehát úgy gondolom, hogy ha valaki vesz egy csatárt, akkor valószínűleg ez lehet vele a célja. És hogyha az összmutatókat nézzük, akkor körülbelül több mint 12.000 percet töltött elő egyébként DVSC mezben, ahol 86 gólt szerzett, ezzel az óriási debreceni klublegendát ugye, mindenki ismeri Sándor Ramást, és megelőzte 2 darab góllal. Úgyhogy valószínűleg őt sem fogjuk mi egyhamar elfelejteni. Na de ti vajon tudni fogjátok? Jöjjön a varázslat! Koulibaly! Koulibaly! Az az ember kibaszott jó védő! A Nápolyban igaz volt a... Még olyan monstrum, a csatárokat nem szeretné. Híres volt arról, hogy a Nápolyban igaz volt a... Debrecenben? Loki volt, igen. Jó. Koulibaly, Napoli, Napoliban Erkel, Debrecen. Igen, Debrecen. De jó óriási nagy csáv volt a Debrecenben. Igen, nem néztem magyar focit nagyon soha, de... Az a spanyolt néz, ahogy látom. Hát igen, igen, azt nézzük. Azt igen. Ő. Mutasd. Debrecen, megvan. Igen. Abba Debrecen, még a régi Debrecen. Igen. Régi Debrecen stadion, ez még a Teva Debrecen. Ez az az időszak, mikor még a Loki induló, a Lukács Laci, a tankcsapdásnak induló időszak, és azt hiszem a Debrecen ebben az időszakban volt BL-es, a Liverpool ellen volt itt a Liverpool 2009. Fiorentina. Igen, 2009. És ő szerintem a Koulibaly. Nagyon jó vagy. Ő tudja, hogy ismered amúgy. Szidibe. Nem? Majdnem. A Szidibe debreceni volt, és ez még Debrecen. Koulibaly! És tényleg a Koulibaly. Most igazolt a Saudi Ligába. Igen. Chelsea, Napoli, Koulibaly. Jó? Koulibaly? Nagyon jó. Davide Lanzafame. Gondolom azért elég sokatoknak megvan az a pillanat, amikor Martinez és Lanzafame nem tudták eldönteni, hogy kirúgja a 11-est, azt hiszem Pécs ellen, nem is tudom, talán Pécs ellen játszottak. És Lanzafame addig húzta, vonta, vitte a labdát, amíg ki nem állították. De szerencsére nem csak ez volt, amit letett az OTP Bank Ligában, hanem rengeteg gól és rengeteg gólpassz és gyönyörű cselek. Úgyhogy nézzük meg őt, ami számomra eléggé imponáló, hogy ő ugye Torinóban született, és a Juventusban kezdte meg a pályafutását,
És ami a legjobb, hogy amikor a másodosztályba visszasorolták a Juventust, ugye annak idején a Buffon, Del Piero, meg ilyesmi csapat volt még ott akkor, akkoriban volt egy darab mérkőzése, aztán őt kölcsön adták onnan természetesen, nagyon sok olasz csapatot megjárt. Játszott egyébként a Palermóban, Catániában, Perugiában, úgyhogy tényleg nem a leggyengébb olasz csapatokban fordult meg. Aztán elérkezett az NB1-es időszámítása, amikor ugye mindenki tisztában van vele, hogy Marco Rossi honnan indult itt Magyarországon. A Budapest Honvéd volt ugye, és ekkor érkezett Lanza Fáme is. Rögtön az első szezonban 10 mérkőzésen 5 góllal mutatkozott be. Hát ugye itt volt ez az előbb elmesélt sztori is, azért azt hozzá kell tenni, amiről ő eléggé híres lett itt Magyarországon. Azonban a jó teljesítménye ellenére hát lejárt a kölcsönszerződése, Olaszországban pedig eltiltották egy ilyen kisebb bunda botrány miatt, úgyhogy ő pihent egy kicsit, és 2014-ben tért vissza. Az olasz másodosztályba tért vissza a Perugiába, viszont ott nem igazán tudta hozni a formáját, úgyhogy úgy gondolta, hogy visszajön az NB1-be játszani, ahol egyébként villogott, tehát nem tudom, 18 gólok, 16 gólok, ugye azért az nem egy rossz teljesítmény. Aztán leigazolta a Ferencváros, ugye hát velük bajnok is lett, és gólkirály is lett, bár egyébként 16 góllal lett gólkirály, tehát előző szezonokban többet rugott, de igazából itt most ez elég is volt. Aztán 2019-ben a szíve visszahúzta még a Honvédhoz, ahol lehúzott egy évet, egyébként 11 góllal zártra azt a bajnokságot is, mondjuk itt is azért megvolt 7 sárga lap, tehát azért nem ő volt a legnyugodtabb játékos a pályán. De azért azt nem mindenki mondhatja el magáról, hogy majdnem 10.000 percet játszott amúgy az NB1-ben, ugye ebben benne van a Honvéd és a Ferencváros is, amikor ott játszott, és több mint 60 gólig jutott az OTP Bank Ligában, és 31 gólpasszig, ami azért tényleg egy nagyon-nagyon nagy teljesítmény. Egy igazi minden hájjal megkent, de nagyon sokszínű és nagyon technikás játékos volt. Már ő is ugye visszavonult, hát kíváncsian várom, hogy ki fogja felismerni. Nézzük meg! Csak, nem? Lanza Fáme! Na, végre! Végre! Lanza Fáme! Zsolti, de mások szóval mutni! Figyelj! Lanza Fáme! Ti profik vagytok, gyerekek! Profik vagytok! Lákezett. Utasd? Nem? Létezik? Ismered, basszus. Kispest, Fradi. Kispest, Fradi és Juventus, nem? Lanza Fáme. Alalalalalala. Juventus játékosok. Azt mondtam, hogy Lákezett. A Lyon csatárát mondtam. Lanza Fáme mellett helyet. Ez nem is ilyen. Lanza Fáme lehellett. Lanza Fáme lehellett. Úristen, egyébként mennyire antipatikus feje van. Ki lehet ilyet mondani? Persze. Hát hallottam már videótokban. Nem. De nem lett volna meg soha. Ez soha nem. Menjünk is akkor. A következő játékosunk elég messziről érkezett, az az igazság, hogy Yokohamából. Honma Kazuo, a japán csatár, a Koshigajában kezdte meg 18 évesen a profi pályafutását, majd Szerbiába próbált szerencsét, az annyira nem igazán jött össze neki, és ekkor jött egy nagyon érdekes megkeresés a Tisza Volán nevű csapattól, ugye az a magyar másodosztályban játszott akkor, és hát nem csoda, hogy felfigyelt rá a Lombard Pápa, ugyanis 12 meccsen 9 gólt lőtt, azért az nem gyenge, de Pápán valahogy mégsem mennek ki úgy a játék, így aztán a Diózsőr csapott le rá, és hát az egyik legnagyobb közönség kedvenc lett abban az időben. Az első Diózsőri szezonjában nagyon érdekes 13 meccsen rúgott 7 gólt, de azért ott is nem csoda, hogy megszerették a srácot. A 2008-9-es éve sem sikerült rosszul, annyi van, hogy ugyanúgy 7-szer talált be, annyi, hogy ott 30 meccsen, tehát az már nem annyira szép mutató, viszont egy óriási csapatkedvenc lett. Kazuót annyira szerették Miskolcon, hogy amikor bejelentette, hogy ő Nyíregyházában fogja folytatni, én nem igazán tudok róla, hogy bármi nagyon kemény negatív kritika érte volna, ott is egy egész jó szezont futott be amúgy Nyíregyházán, akkor a Siófok felkerült az első osztályba. Ott szinte mondhatni, hogy a vállán vitte a csapatot. Aztán a Siófok után szépen ő kivonult a magyar labdarúgásból, a Fradiban is játszott, a Vasasban is játszott, és aztán a Veszprémből ment el vissza külföldre. A 43 éves támadó a mai napig focizik jelenleg a Paro FC-ben, úgyhogy sok sikert kívánunk neki a további pályafutásához. És most rajtatok a sor, nézzük meg, hogy hányan ismeritek fel a legendás Honma Kazuót! Na ez meg hogy hívják, Shogoku. Az is lehet, de hogy őt hogy hívják? Segíts meg! Kazuo Honma! Ja, hogy ő a Honda! De Honma! Honma! Honma, mert Honma! Ki az a lássam, hogy ki az? Biztás Csáma másnaposan. Nem tudom, hogy ne maradudja. Pár Jisung! Pár Jisung! Ez a könnyű! Pár Jisung! Ez Pár Jisung, tesó! Pár Jisung! Úgy szegmondtam! Az a Szabi a Supernemből! Szabolcs! Szabolcs a Supernemből!
Fradi. Fradi. Nem. És a hatodik számú légiósunk a mai napra nem más, mint Danko Lazovic. Valószínűleg tényleg mindenki ismerheti őt. Ha nem is a játékáról, akkor arról a híres jelenetről, amikor úgy vergődött a pályán, mint egy ilyen félig kifogott, félig döglött ponty. Az például az én szegénységi bizonyítványom, hogy ekkor még én sem tudtam, hogy ő valójában ki. Lazovic ugye 83-ban született, ekkor még Jugoszláviában, Kragujevacban, és itt is kezdte meg a pályafutását. Felnőtt labdarúgó korában pedig olyan csapatokban játszott, mint a PSV, a Zenit, a Partizán. Aztán, amikor már sokan úgy gondolták, hogy kifelé megy a játékból, 33 évesen leigazolt a Videotonba. Fehérváron 80 meccs alatt 29 gólt szerzett és 29 gólpasszt is adott. Ettől többet csak a PSV Eindhovenben sikerült elérnie. Edzői értékelések alapján egyébként az volt a legnagyobb erőssége, hogy a támadó szekciónak szinte minden részén bevethető volt. Fehérváron szinte biztos, hogy mindenki emlékszik rá, de most az a kérdés, hogy a tök random emberek közül ki emlékszik rá. Hát én azt mondom akkor, hogy Levi, megint tied a pálya, nézzük meg. Biztos láttam, de nem tudom a nevét. Én nem láttam, így nem is hittem el sem. Van, a videó megvan, hát nézzem a képet. Nagyon túrágált és elcsúszott, és onnan a földről dobott. Na ki az? Mondd ki! Lazovic. Baszd meg, Kristóf, megy állat vagy. Nagyon szépen köszönjük. Nem, fél. Hát a MOL FC. Elképzel. Nem ő volt, aki felterengedte a földet? No. Meg nem Lazovic! De az az! Nem volt ez az ember. Ez a tököli. Nem tudom, de amúgy jól néz ki. Vagy jól áll neki ez a mez. Ez egy vasas mez? Bad meg. Videóton még mindig. Videóton mez. Köszi srácok! Nem tudom, hogy basz. Jó. Nem tudom, nem tudjuk, hogy. Köszönjük szépen srácok! Gyerekek, nem vagyok egy foci néző és egy foci fanatikus, de a trollfoci srácokat nagyon szeretem, főképp Levi barátomat. Nagyon köszönöm, hogy szerepelhettem egy trollfoci videóval. Légy szíves, a kommentekben ne szedjétek szét a hajam miatt, illetve azért, mert nem ismerem a magyar focit. Jó, szia! Köszönöm! Én barátaimban maradok, aztán bulizgatok. Jó, oké, Kristóf. Szia. Jó. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottatok a ma este folyamán is. Érdemes tudnotok arról, hogy egy brandújításon megyünk keresztül, amiről a Facebook oldalunkon és a YouTube-on is találtok egy csomó információt. Hogyha pedig támogatni szeretnétek a törekvéseinket és a munkánkat, akkor ezzel a kis dollárjellel itt alul ezt meg tudjátok oldani, vagy azzal, hogyha vásároltok a termékeinkből. És hogy egy kicsit izgalmasabbá tegyük nektek ennek a videónak az utóéletét is, találtunk egy játékot, amit a mellettem ülő helyi házi Sub-Zero-nk elmondja. Ezt az üvegvárdát lehet megnyerni, hogy beírjátok a videó alá kommentben, hogy ki volt Krumpli Marad. A szerintetek legjobb légiós Magyarországon, és amelyik név a legtöbb lájkot kapja, az megkapja ezt az üvegvárda keserűt. Úgyhogy gyerünk játékra fel, szevasztok! Thank you.